Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy hogyan tudsz megszabadulni a bedagadt, fájó, kaparó toroktól már akár néhány órán belül a természet erejével. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt! A hideg hónapok gyakori megbetegedése, a torok, illetve a mandulagyulladás, mely fájdalomérzetet és a nyelési nehézségeket okozza, pontosabban a garat és a garatmanduláknak a környékén. A torokgyulladást könnyen és egyszerűen meg lehet szüntetni, akár 24 órán belül teljesen tünetmentessé teheted magadat. A torokgyulladás megszüntetése kulcsfontosságú lehet sok esetben, például ha a munkás miatt sokat beszélsz a nap során, vagy csak azért, mert akadályoz a mindennapi teendőkben. A torokfájdalmat, a torokgyulladást okozhatja baktérium és vírus is, alapvetően a tünetek között nem sok különbség van. A vírusos eredetű probléma esetén általában együtt jár egyéb megfázásos influenzás tünetekkel, míg a bakteriális általában csak önmagában jelentkezik. Előidézheti reflux is a problémát, ilyenkor sem jelentkeznek a megfázás egyéb szokásos tünetei. Ebben az esetben természetesen a refluxot kell kezelni, és nem elsősorban a torkot, de amíg a refluxod megszűnik, addig segítségül hívhatod azokat az ételeket és gyógynövényeket, amelyekről ebben a videóban szó lesz. Mert végeredményben hasonló gyulladásos gondot okoz a reflux is, mint a megfázás vagy az influenza. Az első módszer a bedagadt, begyulladt torok gyors megszüntetése, ez az a megfelelő tápanyagok, ételek, gyógynövények intenzív bevitele, fogyasztása, azaz akár naponta 4-5 alkalommal érdemes belőlük fogyasztani, és többet is egyszerre. Ezzel egy intenzív lökést adsz az immunrendszerednek, aminek hatására felgyorsul a gyógyulási folyamat a szervezetedben. Az első nagyon hatékony torokgyulladás csökkentő a fekete bodza, főként a belőle készült szirup, mivel a fekete bodza az egyik legmagasabb flavonoid tartalmú bogyós gyümölcs, így hatékonyan képes csökkenteni a szabadgyökök számát a testünkben, melyek a gyulladásokat okozzák. A második a manukaméz, mivel az egyik leghatékonyabb sebgyógyító, azaz felgyorsítja a sebek regenerálódását, így ha például lassan nyelsz le belőle egy kisebb kanálnyi adagot naponta, többször felgyorsul a toroknál lévő seb a gyulladás megszűnése. A harmadik az eukaliptusz szirup és olaj, mely elsősorban azért hatásos, mert javítja a légzést, így kevésbé kellemetlen a begyulladt toroknak az állapota. A negyedik a húslevesli, melyről több videóban is beszéltem már. A húslevesli az egyik legjobb ital a megfázásos időszakban, a vitaminok és ásványi anyagok pótlására, illetve gyulladás csökkentő hatása is van, itt segít a toroknál lévő gyulladások visszaszorításában is. Az ötödik pedig az olajfalevél kivonat, vagy olajfalevél préslé, mely a természet egyik legerősebb fertőtlenítője, és mind a toroknál lévő fertőzéseknél, mind az esetleges tüdőt érintő vírusos és bakteriális fertőzéseknél segíthet. Használj az előbb felsorolt gyógynövényekből, ételekből, italokból 2-3-at egyszerre, úgy, hogy a nap során mindegyikből 4-5 alkalommal beviszel, és akár 24 órán belül teljesen megszűnik a torokgyulladásod. A második módszer a torokfájdalom a bedagadt torok megszüntetéséhez az egy masszázs technika, amelynek segítségével beindíthatod a nyírokkeringést, aminek hatására beindul a nyírok és a vérkeringés a toroknál. A nyak hátsó részét kell nyomkodni, két oldalt látható a képen, hogy kb. Hol. Folyamatosan nyomva kell tartani ezt a két hátsó pontot pár percen keresztül, én ezt régen sokat alkalmaztam. A fájdalom és a gyulladás a toroknál megrekedt elakadt energiákra utal, így ezeknek a toroknál lévő hátsó pontoknak a masszírozásával beindíthatod a vér és a nyírok folyadék keringését, aminek hatására gyorsabban tudnak távozni a gyulladást okozó anyagok a testünkből. A harmadik segítség a torokfájdalom gyors megszüntetéséhez az elegendő tiszta víz fogyasztása. A tiszta víz ugyancsak gyorsítja a nem kívánatos vegyületek távozását. A legjobb a desztillált víz, azaz a 100%-os H2O a tiszta víz. A desztillált víz tudja a legjobban átmosni a testünket. A desztillált vizet otthoni desztilláló készülékkel tudod előállítani, például csapvízből.
A negyedik segítség kapcsolódik az előzőhöz, az a teafogyasztás, a legjobb teák torokgyulladás esetén a kamilla tea, a zöld tea, a zsája, a mezei zsurló és a kakukkfű. A teákkal megtámogathatod az első pontban felsorolt 5 gyógynövényt, és ugyancsak célszerű inni naponta többször őket, például úgy, hogy többféle gyógynövényből készítesz egy keveréket, majd egy tömény teát belőle. Az ötödik három hatékony fertőtlenítő folyadék a propolis csepp, az ezüst kolloid és a grapefruit mag csepp. Ezek az anyagok abban segítenek, hogy az immunrendszer gyorsabban legyőzze a gyulladásokban szerepet vállaló vírusokat és baktériumokat, és ahhoz, hogy 24 órán belül teljesen megszabadulja a torok problémáitól, ugyancsak naponta akár 3 óránként alkalmazhatod őket. Minél gyorsabban visszaszorulnak az influenza és a megfázás hátterében lévő okozók, annál gyorsabban fog regenerálódni a torkod is. A hatodik lépésben gondolj a D-vitamin szintedre is. A legtöbb torokgyulladás a téli időszakban jelentkezik, amikor ugye kevesebb napsütés éri a testünket, így kevesebb D-vitamin termelődik a szervezetünkben. Ha minden éppen visszatérő torokgyulladásaid vannak a téli időszakban, kezd el tudatosan pótolni már ősszel a D-vitamint. A legjobb D-vitamin források a csukamájol, a tiszta vizekben élő halak többsége, mint például a laposhal, makréla vagy a ponty, a tojás, a nyers tej és a bokrosgomba, amely D2 vitamint tartalmaz, tehát nem D3-at. A hetedik és egyben utolsó a kevesebb evés, a bevitt táplálék mennyiségének lecsökkentése. Sokan úgy gondolják, hogy a testünk úgy működik, hogyha minél több ételt, minél több tápanyagot adunk neki, annál hatékonyabb lesz, és annál könnyebb lesz neki megküzdeni a problémákkal, a kórokozókkal, a gyulladásokkal. Ez nem feltétlenül jó megközelítés, a testednek véges számú energiamennyiséggel rendelkezik, melyet adott célokra tud felhasználni, például az emésztéshez, az agyi funkciók működtetésére, vérkeringéshez, az immunrendszerhez. Amikor ételt viszel be, rengeteg energiát kénytelen a testet átcsoportosítani a gyomorhoz, a belekhez, májhoz, hasnyálmirigyhez, hogy ugye az ételeket lebontsa és átalakítsa. Tehát energiát veszel más területekről, így az immunrendszeredtől is. Ha kevesebbet eszel, a testedben egy idő után beindul az autofágia jelenség, melynek lényege, hogy a mutáns szennyezett sejtek lényegében önmaguktól elpusztulnak. Az autofágia jótékony hatásáról készítettem korábban egy videót, keresd rá a keresőben. Ha például naponta csak egy alkalommal eszel szilárd ételt, nem veszed el az energiát az immunrendszerettől, így lehetőséget adsz neki, hogy gyorsabban leküzdje a torok fájdalom következtében elszaporodó baktériumokat és vírusokat. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, a személyes kérdéseidet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Itt Újhelyi Szabolcs Zoárd, ebben a videóban a bedagadt torok gyors megszüntetéséről volt szó. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!